Sziasztok, Szinti vagyok, köszöntelek titeket a csatornámon, ez itt a Hogyan legyek jó feleség. Mai vendégem egy igazán inspiráló női személyiség, Marton Adrien. 2005-ben még Adri, téged úgy mutattalak volna be, hogy szépségkirálynő voltál, 2009-ben, mint Edwin Marton felesége, most pedig 2020-ban privát séf, ételstylist és műsorvezető. Ez egy hatalmas fejlődésen ment el keresztül. Hogy jött a főzés iránti szenvedély? Igazából mindig szerettem főzni, csak egy picit távol kerültem tőle, ugye a gyermekként a klasszik, hogy nagyi felültet a pultra, aztán elkezdi megtanítani a süteményt, hogy kell készíteni, leginkább egyébként az olvasztott csokit ettem természetesen ilyenkor, aztán nyilván a tinédzserkor az nem arra van, hogy mondjuk azon gondolkozz, hogy milyen egy paprikás krumpli recept, hanem sokkal inkább más dolgok izgalmasabbak, és aztán családom lett idővel, ugye fiatalon, 23-24 évesen már édesanya lehettem, és kiköltöztünk Amerikába, Los Angelesbe. És akkor tényleg nem volt az, hogy ó, nagyi gyere, vagy anya gyere, segíts nekem valamit főzni, na akkor jött az, hogy oké, és én itt vagyok, szeretném, hogy egészségtudatosan éljünk, szeretném összetartani a családomat, hiszen azt gondolom, hogy az étkezésnek egy közösség formáló szerepe van. Étel-stylist vonalon is lényegében a párod indított el. Olyan érdekes, hogy én mindig nagyon ambíciózus voltam, de ott egy ponton elakadtam. Tehát az amerikai rész az volt, hogy kiköltöztünk, a gyerekek már annyira nagyok voltak, hogy önállóan elmentek, ugye elvittem őket oviba, suliba, és igazából lett egy kis szabad időm, amit szerettem volna hasznosan eltölteni. Na ekkor jött a gondolat, hogy de jó lenne valamit csinálni, csak nem tudtam, hogy mi az a valami. És hát nagyon szomorú voltam, egyébként sírtam is sokat a Edwinnek, hogy nem tudom, hogy ez hogy lesz. Igazából lett egy kis szabad időm, és akkor arra gondoltam, hogy ezt hasznosan kéne eltölteni. Edwin pedig abban segített nekem, hogy igazából szomorkodtam, hogy nem tudom, milyen irányba menjek tovább, és kérdezte, hogy csukd be a szemed, mondd meg, hogy mi az, amit a legjobban szeret, és mondtam, hogy hát imádok főzni, az olyan kikapcsol, feltölt, boldogsággal tölt el, a kreativitásomat tudom megélni. Hát azt mondta, hogy hát akkor itt van, megvan, csináld. Na most ő ezt a csináldot, ezt ő úgy gondolta, hogy két napra beiratkozom egy, nem tudom, hétvégi fő, egy gyors talpaló főzőtanfolyamra. Ehhez képest ez 2 éves volt, és napi 6 órában, úgyhogy én azt gondolom, hogy ha csinálok valamit, azt nagyon elszántan, meg nagyon nagy odaadással és elánnal csinálom. Úgyhogy az inspiráció az tőle jött, de ő nem gondolta, hogy ez ennyire komoly. Hát igen, ez most már nagyon komoly, mert hogy itt vagyunk. És hát már az Adri's Kitchen 5. évadát forgattátok. Igen, hát azt gondolom, hogy ez már jóval komolyabb, mint egy hobbi. Úgyhogy így 2020-ban biztos, hogy 2 receptkönyv a tervben van, 2 műsorgyártása is szintén tervben van. Én ugye műsorvezetőként kezdtem anno az Ízes Életben a TV2-n, de aztán rájöttem, hogy sokkal inkább szeretnék valaki olyan lenni, aki az egész mögé is belát, és nem úgy van, hogy egy műsorvezetőként oda megyek, megmondják, hogy drága Adri, ezt töntsd ide bele, aztán utána menjél haza, köszönjük szépen. Ha elnézem a fotóitokat, úgy látom, hogy nálatok Edwinnel még mai napig az a sugárzó szerelem van. Ezt hogyan teremtitek meg ezt? Hogyan tartjátok fenn ezt folyamatosan? Igen, elképesztően érdekes, hogy 11 éve házasunk vagyunk, és majdnem 14 éve vagyunk együtt, és azt gondolom, hogy Edwinnek egy fantasztikus személyisége van. Nagyon romantikus. Szerintem azt azért sokan gondolták, mert ugye egy hegedű művész mi lehet, ha nem romantikus. Na most kérdezte valaki, hogy és Valentin napkor mit ünnepeltek? Hát Valentin napkor semmit nem ünnepelünk, mert hogy 14 éve Valentin napozok Edwinnel. Ne arra gondoljatok, hogy most jön a hatalmas virágcsokorral, vagy nem tudom, ide utazunk, meg oda utazunk. Egyébként sokat utazunk a munkáinkból adódóan is. De hogy ennél sokkal finomabb dolgokról beszélek, amikor a mai napig képzeljétek el, hogy ha hazamegyek és cipelem a cuccokat egy bevásárlás után, akkor például segít és kinyitja a kocsi ajtót, és azt mondja, hogy ülj le, én pedig bepakolok és kipakolok a hűtőbe. Tehát, hogy és így mi? Ezek például ilyen nagyon nagy dolgok. Tehát ezek az igazi nagy dolgok. Vagy ha látja, hogy én elkészítem a vacsorát, akkor minden nap ő mosogat el, és ő pakol utána. És valahogy ő azt gondolja, és én is így gondolom, hogy mi egy csapat vagyunk, és egymásért teszünk, nem egymás ellen, vagy nem akarom én őt lenyomni, vagy ő lenyomni engem. Tehát, hogy ez itt is amúgy, mint ahogy a munka, a magánélet, párkapcsolat, ott is harmóniában kell lenni, az otthoni részeket is meg kell teremteni. Igen. És mit gondolsz, milyen tulajdonságonnak köszönhető ez a harmónia, és hogy Edwin ilyen tisztelettel
néz rád a mai napig? Mivel művésznek van egy múzsája, és szerencsére hálás vagyok, hogy ezt a múzsa szerepet én tölthetem be. És igenis minden nap inspirálom, és azt gondolom, hogy amíg ő nagyon sokat utazott, és a munkája elhívta hónapokra, akkor nem az volt, hogy azt mondtam, hogy na drágám, és akkor mikor jössz már haza, hanem az volt, hogy igenis mit pakoljak neked a bőrönbe. Tehát, hogy soha nem volt egy ilyen, hogy nem gondolkoztam azon, hogy mi lenne, ha nem együtt lennénk, vagy nem együtt működnénk mindig, hanem azon gondolkoztam, hogy hogy tudnék az ő kis felének az egésze lenni. És valahogy ez így nagyon működik. Könnyedség, és egyébként sok nehézség van. Adri, mit fogsz nekünk ma főzni? Én bevallom neked, őszintén főzni nem tudok, viszont nagyon egészségtudatos vagyok, és szeretnék megtanulni. Illetve, hogyha lesz majd párom, akkor szeretném én is őt meglepni valamivel, finomsággal. Mit ajánlasz? Mit fogunk elkészíteni? Igazából ez nem főzés, hanem egy egészséges bombonnak, vagy mondhatni kék pap, vagy popkéknek hívják ezeket a süti, nyalókaszerű dolgokat, ezért is vannak ki ezeket is pálcikák, hogy rá tudjuk szúrni ezeket a kis golyókat. Szóval, hogy ez lehet desszert, kis előétel, nasi, reggeli snack, minden esetre főzni nem kell. Egybe turmixoljuk a dolgokat, aztán pedig olvasztunk csokit, kukuszsírt, összekeverünk egy kis étcsokoládéval, megforgatjuk a golyókat, és már kész is vannak. Ó, szuper, jól hangzik. Edwin egyébként mennyire egészségtudatos, és ő szereti ezt például? Szokott ilyeneket enni? Hogyne, csak ilyeneket fogyaszt. Nagyon nehéz, mert én azért a magyaros dolgokkal igenis szeretem. Ja, itt közben mondjuk el azt, hogy a datóját, hogyha használjátok és dolgoztok vele, akkor mindenképp érdemes vízbe beáztatni, mert hogy nagyon-nagyon ugye száraz, és ezzel a hidratáltságát visszanyeri. Ha ezt nem teszitek meg, akkor a legkomolyabb aprító se tudja elvinni. Szóval visszatérve Edwinre, nagyon egészségtudatos, és én meg iszonyatosan szeretem a magyaros cuccokat, és iszonyatosan szeretem az olyan ételeket, ami úgy kezdődik, hogy szalonna, zsíron, dinsztelt, meg a vörös hamár. Na most ő jön és azt mondja, hogy és akkor hol van a szőlőmagolaj, mert hogy neki úgy készítsem el. Úgyhogy néha nehéz, mert így az igazi magyar gyomrom és a magyar szívem nagyon szereti ezeket a dolgokat, és a srácaimnak is, tehát a gyerkőcök is. Maxi 11 éves, Noel 9, tehát már azért van nekik is egy kis gasztrokultúrájuk. És akkor mondjuk egy vasárnapi ebéd, az akkor úgy nézhet ki, hogy Adri és a gyerekek magyaros ételeket esznek, Edwin pedig egy kicsit lájtosabb vonalat képvisel. Ez úgy van, hogy vasárnap és szinte minden nap nálunk vagy borscs van, tehát a céklaleves, azt mindig Edwin anyukája, igen, az ukrán-orosz vonalon jön a borscs, a céklaleves, illetve a húsleves az meg minden első napon és minden másnap borscs, tehát vasárnapra is esik egy húsleves. Hogyha én készítek egy jó kis rakott káposztát vagy töltött paprikát, akkor Edwin megint megeszi a húslevest, ott már kísérleteztem, hogy zsájával készítem, óriacsonttal, tehát vannak ilyen tippek, hogy milyen zöld fűszereket rakok bele, és akkor ő azt megeszi, meg a kicsit kraftosabb, magyarosabb cuccokat. Jön az áfonya is bele, közben hozzátettük a mandulát, egyébként az azért jó, mert ugye a datója krémessége miatt az egész mindenképp egybe fog állni, hiszen ez egy ilyen ragacsos állag, és ettől tudjuk majd formázni, és a mandulát például pisztáciával is tudjuk keverni. Majd ez is. Hát reméljük, hogy... Na, meg is vagyunk. És megmutatom, hogy milyen állagot kell ilyenkor kapni. Nézd csak. Ugye a datójától mondtam, hogy ragacsos. Hozzáadott cukorra nincs szükség, mert ugye kellőképpen édesek az aszalványuk, úgyhogy ebből most ilyen kis golyókat fogunk formálni. Én ezt ki is veszem, ha ki tudom. És akkor formáljunk kis golyókat egy ilyen tányérba. Na most az étel-stylist szerep az most jön be, amikor nagyon fontos azt látni, hogy egy tányérra hogy tálalsz ki, milyen színeket használsz. Amikor egy picit natúrabb maga az alapanyag, vagy a hozzávaló a készétel, akkor érdemesebb, színesebb tálba tálalni. Viszont, hogyha ez színgazdagabb, akkor pedig egy pasztelebb szint érdemes választani. Mm-hmm. Nagyjából ekkora méreteket használj, kérlek. És akkor... Izgalmas, nagyon élvezem. Egyébként így, hogy így most ennyire elfoglalt vagy, főzőműsor, étel-stylistkodást, akkor kicsit az influencer vonal is bejött, ha mondhatom ezt.
Mit szól hozzá Edwin? Hogy tudtok minőségi időt együtt tölteni? Azt gondolom, hogy az a bizonyos egyensúly az nem közhelyes, hogy fontos megtalálni. Hát néha én is elcsúszok benne. Gyakran a munka javára és a család hátrányba kerül. Aztán jön a giga lelkiismeretfurdalás, utána megint az egészet visszateszem, aztán a család kerül előtérbe, szóval, hogy így játszok vele. Nem nagyon tudtam még ezt a tökéletes egyensúlyt megtalálni a kettő között. Minden esetre, hogyha minőségi időt töltünk, akkor nekünk is ez a mozizás, vagy egy hosszú reggelizés. Én annyira szeretek Edwinnel reggelizni, olyan jó humora van, és annyira jó így 14 év után is ezt látni, hogy egyszerűen sírva fakadok örömömtől, meg hogy ugye a nevetéstől, a kacagástól, és ő nagyon szeret engem, mindig mondja, hogy annyira fontos neki, hogy én nevessek, meg jó kedvem legyen. Úgyhogy amúgy nagyon jó viccmesélő, én el is üzenem neki. De hogy például elmenjünk moziba vacsizni, de ez valahogy ez a reggeli, ez nekem nagyon intim. Egyébként ez az étel, ez egy tipikusan reggelire is elkészíthető? Hogyne, sőt, mivel olyan alapanyagok vannak benne, ami nem nagyon igényel hűtést, és nincs benne tojás, tejtermék, ezért kint tudjátok hagyni, jó pár nappal előtte is elkészíteni, és azért is mondom, hogy ez egy energiagolyó, tehát ez a basszus fogyókúrázok, mi van itthon, feltépem a hűtőt, vagy nem is a hűtőt, hanem ide nyúlok, és itt van a kis energiagolyóm azért, hogy tovább tudjak menni, és megkapjam azt a bizonyos boostot. Ami szükséges. Igen. Én olvastam rólatok, hogy tervezel harmadik gyermeket is. Hogy álltok ezzel a projekttel? Tudod, ez, hogy amit olvasunk, ja. Meg ami van, ez egy picit más. Ennyire pontosan nem határoztam meg, hogy, mert most is olvastam egy labban, hogy azt írták, hogy én egy kislányt szeretnék, és hogyha jöhet a harmadik baba. Tehát ha most azt várod tőlem, hogy azt mondjam, de nem, ez nincs így, bármikor jöhet, de egyelőre nem tervezek ezzel. Uh-huh. Azt gondolom, hogy nagyon teljes a család, nagyon szeretem, hogy a srácok nagyok, ők már sportolnak napi szinten, tehát hogy élsportolók, versenyszinten játszanak, hétvégenként teniszeznek. Szóval, hogy igen, minden nap nekünk ez a minden, még nekem a főzés, Edwinnek a hegedülés, ők pedig ezt a sportot választották, és mivel van egy nagyon következetes apukájuk, ezért ő azt mondja, hogy igenis, ha ezt választottátok, akkor ezt kell csinálni, viszont akkor csináljátok a legjobban. Úgyhogy napi ez a családban három... egyébként akkor mindent a lehető legjobban, és motiváljátok egymást, ez nagyon szuper. Én azt gondolom, hogy a feltétel nélküli szeretet az ott kezdődik, amikor bármit mond a gyermekem, hogy nem tudom, festőszakorra szeretne járni, vagy lovagolni szeretne, én szülőként megteszek mindent, nyilván anyagilag, érzelmileg, egzisztenciálisan, hogy támogatni tudjam. És ők valahogy nagyon ezt a teniszt kiszúrták maguknak, jött, befigyelt a zongora is, bár azt mindig mondta a Maxi, hogy nem mondd el apának, de valójában nem szeretem, csak miatta csinálom. Na csinálja, de már nem annyira, viszont a tenisz az egy olyan dolog, hogy mi szerettük volna, és ők is szerették volna. Hát ez a win-win, tehát ennél jobbat, mint hogy nem kényszeríted a gyereket, hanem ő is alig várja, meg a szülő is alig várja, tehát nagyon jó. Az első gyermek születése után én olvastam rólad, hogy azt nyilatkoztad, hogy nagyon sokat gondolkodtál azon, hogy te jó feleség vagy-e. Hogy állsz ezzel a kérdéssel? Elengedtem ezt a kérdést. Ugye amellett, hogy két gyermekem van és anyuka vagyok, emellett én szeretnék üzletasszony is lenni, egy önmegvalósító nő is lenni, egy független nő lenni. Nekem ezek tök fontos dolgok, és hogyha ezeket nem tudom megélni, akkor én elkezdek úgymond ebben kiégni. Szóval nagyon fontos számomra az önmegvalósítás, hogyha ez nincs meg, akkor jön egy ilyen hiányérzet, és akkor viszont azért nem fogom magam jól érezni. Tehát ha az egész egy ilyen kis körforgásban van, akkor tök jól működik. Nemrég volt Edwinnek a születésnapja, illetve Valentin nap, hogyan ünnepeltetek? Volt valami különlegesség? Edwin szülinapja az nagyon vicces volt. Képzeljétek el, hogy... Közben segítek. Igen, köszönöm. Itt a kókuszsírt összehevítjük egy kis étcsokoládéval, és abba fogjuk beleforgatni ezeket a kis energiagolyókat, és akkor utána, ha megszáradtak, mehetnek rá a pálcikára. Szóval Edwin nagyon, hát, hogy is mondjam, nehéz sorsú gyermekként cseperedett fel, és mondta, hogy nem nagyon ünnepelték soha a születésnapját, úgyhogy így a 45-et ő szerette volna úgy, hogy egy játszóházban, mint egy bármelyik másik 5-6-7 éves gyermek, egy animátorral, egy arcfestővel elmegyünk, és akkor az egész családot elhívta. Na most először így mindenki nézett rá, a 80 éves nagypapa is, hogy biztos? Na most egészen biztos, zseniális, tehát hogy
a 4 óra az abból telt, hogy sírtunk a nevetéstől. Tűzvíz levegőt játszottunk, akkor fogócskáztunk, volt bujócska bajnokság, tehát hogy olyan dolgok, amiket én nem éltem meg, és hogy így éreztem, hogy az összes, és az idősebb generációnál is, hiszen ott volt a dédnagymama, a nagypapa, az anyukám, az én, tehát hogy 4 generáció együtt volt, hogy azt éreztem, hogy egy gyermeki lényem az így kinyílik, és hogy még hogy csináljak valamit, és akkor utána így basszus, vége van. És így annyira vágytam rá, annyira jó volt, annyira feltöltött, úgyhogy ja, játszóházban ünnepeltük a születésnapot. Ó, most jön a legizgalmasabb rész, ha jól látom. Igen, na ez számomra. Az, amikor elkezd megdermenni rajta a csokoládé, és akkor lehet olyat is csinálni, de most általában, hogyha van valami, amiben bele lehet szúrni, egy hungarocell, vagy bármi, ami így megakasztja, akkor az úgy tökre jól működik. Viszont mivel nekem nincs, de megmutatom nektek, hogy ez teljesen így is most rendben van, én ezt most ide szúrom. De jól néz ki. Egyébként csináltam egyszer ételstylistként, megrendeltek egy ilyen, aha, itt egy picit lecsöpök, de hogy egy ilyen húsvéti tálat, és akkor ilyen ehető kék papokból volt a tulipán, meg a kis narcisz. Úgyhogy cuki volt nagyon. Igen. És akkor lehet olyat, amit így hagyunk, és mondjuk belehempergettünk, akár felvágott áfonyába, vagy kókuszreszelékbe, kívülről még akár egy kis pisztáciahancsot is kaphat, úgyhogy innentől nagyon kezdve szuper. A fantáziára van bízva, hogy ezt hogy készítjük el. Kislányként Adri volt egy mintaférj ideálod, amilyet elképzeltél, álmodoztál róla, hogy ilyet szeretnél? Kislányként inkább így az álomvilágban éltem, tehát ez a herceg, Barbie, de nem annyira a férfi vonulatában. Inkább akkor is nagyon kis tudatos, akaratos, makas kislány voltam. Nem jött szóba ez, hogy én most milyen férjet szeretnék magamnak, és ahogy így cseperedtem, akkor meg olyanok lettek, akit... És hát nyilván Edwin azért viszonylag korán jött, tehát 21 éves voltam, amikor megismerkedtünk, szerintem azért az korai. Nekem előtte egy nagyon komoly 6 éves kapcsolatom volt, úgyhogy én azt mondom, hogy tényleg nagyon hamar megtaláltam az igazit, mert hogy nem volt az, hogy keresgettem és jobbra-balra randevúztam, de valahogy ebben is azt gondolom, hogy hálás vagyok annak, hogyha megtalálok valakit, mellette kitartok, együtt tápláljuk azt a bizonyos lángot, tüzet, és akkor utána tovább együtt egyengetni az utat, hiszen azért a személyiségünk változik, hol erősebb az enyém, hol Edwiné erősebb, de valahogy ez úgy nagyon jól kiegészíti egymást, úgyhogy én nagyon szeretem az életünket, meg látszik, sugárzik. Meg nagyon, tényleg, ezért hálás vagyok nagyon. Ez nagyon fontos a hála. Mik a tervek? Sok minden terv van. Először is többet foglalkozni a családdal, és nem csak gyakran mondani, hanem ténylegesen utazni. Most például megyünk majd Balira, aztán meg Nepálba, ami nagyon izgalmas lesz. És még egy évvel ezelőtt megkérdezted volna, akkor azt mondtam, hogy nem mehetek el utazni, hát nekem dolgoznom kell. Most már ez változik. Igazából 4 évet csinálom ezt az egészet, de hogy így nagyon hirtelen, elképesztően hirtelen jött ez az egész, ez a lehetőségek ezek által, a forgatások által, meg a fotózások által. És most azt mondom, hogy egy picit vissza, megvár, a munka megvár, igen, nem lehet az egész. Állandóan 100%-on pörögni kell, egy kis pihenés. Úgyhogy most az utazás idén, de ennek ellenére ez a 2 szakácskönyv, meg a műsoromat tovább forgatni, illetve igen, a pihenés. Két a korkülönbség az jelentett nálatok problémát? Edwin is köztem 12 év van, és mivel az ő kis lénye, amit mondtam is, hogy ő nagyon gyermeki, tehát egy gyermek lelkülete van, néha még én azt érzem, ó, Adri, de vaskalapos vagy, nem kéne ez, hogy legyél egy kicsit rugalmasabb, legyél egy kicsit szabadabb, mint Edwin. És hiába 12 év van köztünk, és ő az idősebb, és az én javamra van a 12 év, valahogy nagyon jól működik köztünk. Kisfiú még, tényleg. Egyébként Edwinből sugárzik a jóság. Igen, de igen. De belőled is, úgyhogy így abszolút szuper páros van. Nagyon, nagyon tiszta, tehát hogy nyilván erre ez a műsor most nem azért, hogy beszélgetünk, igen. De hogy ő, képzeljétek el, hogy 14 év alatt egyszer nem volt, hogy valakiről pletykált volna, vagy véleményt mond. Ha nem pozitívumot mond, ő nem mond semmit. És így mondom, hogy te mit gondolsz? Hát semmi sem, inkább foglalkozunk azzal, hogy nem tudom, valami más csináljunk, igen. És hogy de soha nem.
Se éjszaka, se nappal, se társaságban, se intim helyen, soha, semmikor. Mennyire szép ez, és mennyire inspiráló, hogy ő azzal foglalkozik, hogy ő abban, amit ő csinál, a legjobb legyen és a legtisztább. Egyébként ugyanerről szól a csatornám, én is erre szeretném biztatni a nőket, titeket, hogy ne plegykáljatok, foglalkozzatok magatokkal, hozzátok ki minden napból a legtöbbet. És akkor itt van igazából, bár ugye Edwin nem feleség nyilván, de hogy ő teljesen ezt a vonalat képviseli, és mennyire jól működik, úgyhogy hajrá mindenki! A csatornámnak van egy olyan része, amikor üzenhetsz a női társaknak, lényegében egy mondat, egy üzenet, ami számodra meghatározó, vagy amit szeretnél közvetíteni a nézők felé. Szerintem ez az, hogy ne vegyétek túl komolyan az életet, mert hogyha komolyan veszitek, akkor bele tudtok ragadni, és akkor inkább a negatívumok és a félelmek erősödnek, de ha könnyedebben veszitek, akkor a könnyedségnek van egy pozitív vonulata, egy lelkesítő, egy inspiráló, egy kreatív része, úgyhogy azt gondolom, hogy ezt ragadjátok meg, és mindenképp azt csináljátok, amikor érzitek, hogy valami húz, valamit szerettek, na azzal foglalatoskodjatok, teljesen mindegy, hogy ki mit mond, nekem mondták azt, hogy te biztos, hogy nem fogsz tudni főzni, mert se molett, se férfi nem vagy, se 20 éve nem vagy a konyhában. Na hát én egyik se voltam, és mégis azt mondtam, hogy nem érdekel senki. Se amikor mondta a férjem, az anyukám, a családom, hogy ezt felejtsd el, akkor is azt mondtam, hogy nem érdekel, én ezt meg fogom csinálni. Úgyhogy tartsatok ki, legyetek kitartóak, tudatosak, és küzdjetek. Szuper, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Még van az adásunknak egy másik része, és csinálunk egy közös Instax fotót. Jó.